19. alkalommal rendezték meg a Fehérvászon független filmfesztivált. A filmszemlének már hosszú évekre visszanyúló hagyománya van Fehérváron, köszönhetően a Méka Saula Kulturális Közhasznú Egyesületnek, amely minden évben egy felhívást tesz közzé, amelyre bármely fehérvári kötődésű rövidfilmmel lehet nevezni. Gyakorlatilag 1998-ban, amikor Méka Saula megalakult, mint csapat, akkor volt az, hogy a filmes, voltak szuper 8-as filmek, és hogy azokat vetítsük le a közönségnek, és így kezdődött ez az egész, és utána lett az, hogy évek alatt kialakult egy olyan, hogy felhívást írtunk ki, és jelentkeztek különböző műhelyek. Az évek alatt a kezdeményezés fontos kulturális eseményén nőtte ki magát Székesfehérváron. Idén összesen 25 alkotást tekinthettek meg az érteklődők, amelyből 12 rövidfilm fehérvári kötődésű művészek munkája volt. A struktúránk már jó néhány éve az, hogy a MAFS, a Magyar Független Film és Videó Szövetség országos szemléjéből válogatunk a legjobb filmeket, amelyeket ott láttunk, amelyeket díjaztak vagy nem díjaztak, csak úgy ítéljük meg, hogy elhozzuk, azokat mutatjuk be, és a Fehérvár, illetve a Fehérvár környéki alkotók, vagy Fehérvárhoz kötődő alkotók filmeit mutatjuk be. Ez így vegyesen egy fehérvári blokkal indítunk, aztán az országos fesztivál blokkjaival, és akkor megint Fehérvár, és így. A fehérvári alkotók közül Aranygold Zoltán maga is készült egy 7 perces rövidfilmmel, melynek ihletét egy szarajevói filmterápia benyomásai adták, és a film az alkotó elmondása szerint egy impresszióvá alakult élmény azokról a hatásokról, amelyek ott érték. A film szemlén a Gorzium Diák Színpad 2 perces kisfilmjét is láthatták a Fehérvászon független filmfesztivál nézői, amelyben a diákok újraértelmezték Kosztolányi Dezső Akarsz-e játszani című versét.